Szeretném önöknek egy kicsit bemutatni Buda Rékát. Ő a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatok igazgatóságán dolgozik immáron 7 éve, de az utazás iránti szeretete az már jóval korábban kezdődött. 4 kontinens 26 országában járt már fiatal kora ellenére. A bemutatást követő élménybeszámolóban Buda Réka megidézte a kubai hétköznapok egyedülálló, magával ragadó hangulatát. A fiatal kiállító több ezer képet készített kubai látogatása alkalmával, melyből néhány százat hozott el a paksi tárlatra. Kubában egyszerre 3 hobbimnek tudtam hódolni. Gyerekkorom óta imádok táncolni, nagyon szeretek fotózni, és imádok utazni. Úgyhogy ez egy igazi fotós, táncos paradicsom volt. Tényleg egy életre szóló élmény, és egy valóra vált álom. Rengeteg kép készült. Talán ilyen 2-3 ezer képet is készítettem a 2 hónap alatt, és amikor beütött a járványhelyzet, akkor úgy gondoltam, hogy egy kicsit gondolatban szeretnék innen kiszakadni, és azért elővettem a képeimet, kiválogattam a 300 számomra a legkedvesebbet, és csináltam magamnak egy fotóalbumot. Ezt nézegettem, és ezzel próbáltam magam vigasztalni, hogy jó, most be vagyok zárva, de egyébként meg milyen szerencsés vagyok, hogy 2020. januárjában 2 hetet töltöttem ebben az országban. Nyilván régi nagy vágyam volt, hogy fú, majd egyszer egy fotókiállításom is legyen, és olyan nagy szerencsém volt, hogy a munkahelyem, a Pécsi Tudományegyetem felkarolta ezt az ötletet, és a Nemzetközi Ősz program sorozatban tavaly októberében megvalósult az első fotókiállításom és az első Kuba Est program, amit most el tudtunk hozni ide Paksra is. Havana és Trinidad utcáin sétáltunk, és szerettem volna azokat a pillanatokat megörökíteni, amiket ott az utcaképben láttunk, így főként az embereket, az épületeket és az autókat örökítettem meg, ezek voltak a kedvenc fotós témáim. Volt egy pakancslistám, mielőtt elindultunk, szerettem volna egy retro autóval körbeutazni a vannát. Szerettem volna az utcán táncolni, a tengerparton táncolni, naplementében táncolni, illetve egy helyivel táncolni, és azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert mindegyiket sikerült valóra váltanom. Ez most a második fotókiállításom, az első kiállításomnak Pécs adott helyszínt, és nagyon örülök, hogy most itt második állomásként a kubai képeimet Pakson is kiállíthatom. A tánc az központi szerepet tölt be Buda Réka életében. Egészen pici voltam, amikor elkezdtem táncolni. A szüleim még ma is emlegetik, amikor a kis lambadás szoknyámban billegtem a tükör előtt. Egészen konkrét elképzeléseim voltak arról, hogy táncos nő szeretnék lenni, és hogy engem vigyenek el valamilyen táncos csoportba. Úgyhogy így kerültem végül egy szekszárdi dance aerobic csoporthoz, ahol 11 évig táncoltam. A közösség maga, a tánc az nagyon fontos szerepet töltött be az életem. Fellépésekre jártunk, illetve több versenyen is részt vettünk. Aztán elkerültem az egyetemre, Pécsre, és ott kezdtem el zumbázni. Aztán én magam is zumba oktató lettem, és aztán pedig a latin tánc vonalon tovább haladva elkezdtem kubai szalsza órákra járni, és aztán pedig szenzuál táncokat, kizombát és bachatát is elkezdtem táncolni. Karibi hangulatot varázsolt a csengeibe a szalsza, hisz a tánc sem maradhatott el a kubai esten. A Dolce Dance nemzetközi tánciskola hálózat szekszárdi és paksi iskolájának vezetője tartott szalsza bemutatót, melybe bevonták a paksi tanítványokat is. Ezt követően a csoportos táncba bekapcsolódtak a vendég érdeklődők is, és megtanulhatták a szalsza alaplépéseit. Kubai szalsza és a szalsza között van különbség, ami azt jelenti, hogy a kubai szalsza a szalszán belül egy önálló saját műfaj. Nyilván a nevéből eredi, hogy Kubából származik. Ennek a táncnak az őse egy ilyen kicsit afrikai eredetű szom, és hát ugye egy idő után ez a régi tánc keveredett a karibi térség többi táncával és zenéjével, és aztán szépen kialakult ez a kubai szalsza. Rengetegen űzik a világban, és azért említettem, hogy ez egy külön műfaj, mert létezik egy úgynevezett másfajta szalsza, amit úgy is nevezünk, hogy vonalas szalsza.
Az, amit mi táncolunk és mi tanítunk, az a táncolható kategória, gyakorlatilag mindenki a saját szórakoztatására hobbiként csinálja. Gyakorlatilag két alaplépés fér be, és hát ezt ilyen gyorsított üzemmódban szépen átvettük. Nagyon ügyes volt a csapat, eleinte ugye kicsit bátortalanok voltak az emberek, ugye kicsit nyilván a kamera is zavarta őket, meg a fényképek, de aztán szépen lassan, ahogy elindult a zene, mindenki, még aki eddig is ült, az szépen felállt és becsatlakozott. A kubai képkiállítás Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban március elejéig látható. Tavasszal Szekszárdra, az alkotó szülővárosába utazik tovább a tárlat.